mindenható Istenünk. Köszönjük a végzett évi szolgálatát, és így képernyők előtt is be tudnak kapcsolódni a szentmise áldozatba, hiszen ez a legnagyobb lelki táplálékunk, a katolikus anyaszentegyház gyermekei, Isten éltet és gazdagít bennünket. És akkor a szentmisében a fiatalok, a segítők, az ott lévők, akik visszajöttek ifjúsági ital távokból, az egy heti gazdag lelki élményekért hálát adok és megköszönöm benne. Szóval ez is fontos, hogy az ember mindig gazdagítsa a lelkét, túl a minimális szükségszerű dolgokon is a keresztény életünkben is, hogy mindig érdemes áldozatot hozni. Hallani fogjuk a falunk beszédnek a kezdetét, aminek elég sok vitatkozás után a vége az lesz, hogy Jézus sokan ott fogják hagyni, mert nem akarják megérteni az Istennek a szándékát, hogy a nagy félelmetes útszövetség Isten képet felváltja szerint Názáreti Jézus, aki azért jött, hogy az életünk legyen, és hogy az bőségben legyen. És így kérjük őre, hogy az így örök életnek a kenyerét lássuk meg benne, lehet, hogy a vár. De mielőtt részesedjünk ebből a szentmise áldozatból, tekintsünk magunkba, vizsgáljuk a lelkiismeretünket, és helyezzük szívünkre Istenünk irgalmára. Thank you.
Yeah.
Istenem, azt tetszik, választott a Jézus, hisztek abban a tudjuk. Végig így folytatnám. Akkor milyen csoda jelent leszel, hogy lássuk és hívjuk. Mit tudsz tenni? Vagy egy mondanám, hogy pusztában az írásomnak, így kegyelet adnak neki. Jézus erre szólt. Bizony, mondom nektek, nem Mózesen a tettek kegyelet az égből, hanem a gyermek a gyereknek az igazi égi kegyelet. Mert az az Isten kegyelet, aki elhasznált az égből és a kivetet a világot. Rit szóltam hozzá. Tudom, hogy van nekünk mindig, én vagyok az élet kenyere, lelke Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s ki benne néz, soha nem sem. Soha nem szemlézik. Az evangélium a nagy és félelmetes hosszú egység Isten
semmilyen hívben nem igazán lehet hívtezni. Az ember hívtodik, és könnyen tekint a keresztény életét, akkor nem fog lépcsőfokra haladni az ember. Mindig csak annak lesz értéke, amiért az ember megküzd, amit elveszik, és amit megtalál, és amit megnyer belőle. És hát a keresztény hitünk ott kell, hogy kezdődjön, hogy az ember örömét találja benne. Ugye Boldog Karl Ortis, a fiatal olasz fiú fogalmazza meg, hogy az oltárszentség az autópályán az örök életre lehet rajta haladni bátran. És ezért hallgatok, hogy újuljatok meg a lélekben és érzéseinkben. És ezért ismét is őrjön. Volt egy nagyon lényeges sziget, ha lenne érzések életek, a vidámság, a bátorodás és még sok más. Így a szeretet is. Egy napon az érzések, Istenem, 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 Isten
Istenünk, hallgass meg bennünket, aki Krisztus által tárgáló ijesztünk lelkünket. Thank you.
Thank you.
Thank you.